sok szeretettel köszöntök mindenkit itt Szekszárdon. Pillanatokon belül kezdődik a mérkőzés az Atomerőmű KSC Szekszárd és a Tangó Plusz Baszkék között. Mielőtt azonban rátérnénk a csapatok bemutatására, sok szeretettel köszöntjük ex-csapatkapitányunkat, Teodorán Alexandrát, itt van a nézők sorai között. Ali, gyere gyorsan ide, lévő kedves Gergő és Zsejko, köszönt téged és kapsz egy Euroliga meszt. Egy, ha jól tudom, 88-as számmal ellátott Euroliga meszt. Köszönjük szépen, hogy sokáig itt voltál, csapatkapitányunk voltál, és örülünk, hogy itt vagy és szurkolsz nekünk. Egy fotó erejéig ezt meg is örökítjük. Ali, a másodedzője a Serdő csapatának, az MTK-nak, és velük volt itt egy edzőmeccsen, Harsival játszottak a Vienesben is. Ha már itt vannak, összekötötték ezt a kellemes és hasznos dolgot. Szóval, hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer Szekszárdon, a Városi Sportcsarnokban, ahol a FIBA női kosárlabda Euroliga alcsoportjának 12. játéknapján az Atomerőmű KST Szekszárd a francia Bourges csapatával mérkőzik meg. Ladies and gentlemen, welcome to Szekszárd in the City Arena on the 12th game day of Group A in FIBA Women's Euroleague regular season on the game between Szekszárd. Thank you.
egyszer bármi megtörténhet. Itt az Oncok nagymesterévé válhatsz. Egy pillanat alatt beigszelheted kedvenceidet az ország bármelyik lottózójába. Ahol a B-sport és e-sport virtuális táblatokat nyithat számodra. Egy olyan világ, amiben bárhol, bármikor biztonságosan fogadhatsz. Ez a világon. Hölgyeim és uraim, pillanatokon belül kezdődik a mérkőzés. Arany-sárga fehér szerelésben érkezett hozzánk a Burzs, akiről ugye tudjuk, hogy a szuperkupát megnyerte, miután ugye a Sopron tavaly ősszel az Euroliga győztes Sopron ellen nyert hazai pályán nagyon simán. Igaz, mi is megvertük a Sopront a bajnokságban, tavaly ősszel szintén, azóta sok minden változott, de nagyon-nagyon kell az a sok tenyér és torok, és buzdítsuk a csapatunkat, hogy helytálljanak ezen a francia bombaerős csapat ellen, aki egyébként a legutóbbi 8 mérkőzéséből 7-et megnyert. Érkeznek a mieink fehér-kék szerelésben, és veletek vagyunk, lányok, szorítunk, szurkolunk nagyon, és hangoljunk is egyet, remélem, hogy jobb lesz, mint az előbb a bemutatás után. Gyerünk, készítse mindenki a torkát, gyerünk, lányok! Hajrá! 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 Szakad el a célna, Bálint Ripka volt, aki elkövette a személyi vált.
Ivan Anderson. Thank you.
másodpercet. Meg is van, vezetünk tehát egynegyedi játékot követően a Superkupa győztes Bourges ellen. Ez az lányok, gyerünk, nyomjátok tovább! The best scorer from Bourges, Ivan Anderson, aki 6 pontot dobott, tehát ő a legeredményesebb játékos, nálunk pedig ugye 3-ban is 4 pontot termeltek, Studerági, Száj és Szid egyaránt. 20-19, vezetünk 1 ponttal, és mi kezdhetjük a második periódust. Gyerünk lányok, hajrá! Alexander, kéne Alexander első kosarát.
személyi hibája, ez a második neki. Perc van még az első fél időben. Gyerünk lányok, veletek vagyunk! Bálint Réka, Linda asszisztjából! Sikerül, jó védekezés, visszajátszás lesz belőle. Ez az lányok!
előtte volt még. Nincs dobás, Lindának a második személyi bája. Szapor. Bursi. És mi is cserélünk, érkezik Ágica. Hocit váltja. És Hamit pedig Száj. Gyerünk, gyerünk lányok. És Golden érkezett a Bursban. Thank you.
francia előnye. Érkezik Rudi Havard Tami helyére. Gyerünk, lányok! Van még 1 perc 54 másodperc a második periódusból, és 3 pont a hátrányunk. Dolgozzuk le! Gyerünk, lányok, veletek vagyunk! Hajrá! 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 Thank you.
gól címére érkezik Linda. Gyerünk, Linda! You ain't
Van egy világ, amiben bármi megtörténhet. Itt az Otcok nagymesterévé válhatsz. Egy pillanat alatt beigszelheted kedvenceidet az ország bármelyik lottózójában. Ahol a e-sport és e-sport virtuális tárlatokat nyithat számodra. Egy olyan világ, amiben bárhol, bármikor biztonságosan fogadhatsz. Ez a világban. Hölgyeim és Uraim, pillanatokon belül jön a folytatás, vezetünk 35-34-re egy ponttal a Szuperkupa győztes és sokszoros Euróliga győztes Tango Bust Baszki ellen, és már most felhívom a figyelmet, ugye, hogy ezután egy jó hosszú szünet következik, és idehaza legközelebb majd csak március 1-én láthatjuk a csapatot, amikor a Polkovicét fogadjuk az Euroligában. Előtte persze azért lesznek már mérkőzések. Február 16-án lesz majd a válogatott szünet utáni első találkozónk a Magyar Kupa negyed döntő Sopronban, úgyhogy aki teheti, már készüljön arra, hogy el tudja kísérni majd a csapatot szurkolni Sopronba, és aztán utána a 19-én vasárnap a TFS ellen idegenben játszunk, majd 22-én ugye utazunk Bolognába, és ott jön az újabb Euroliga mérkőzés, és tehát a legközelebbi hazai találkozó március 1-én, több mint egy hónap múlva a Polkovice ellen idehaza. És most pedig éppen ezért is, meg egyébként is mindenki tegye oda magát, a második félidőben következzék a KSC Burzs második félideje, és gyerünk lányok, veletek vagyunk, hadd halljam mindenkitől, senki ne üljön némán, gyerünk lányok, hajrá! 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 Alex Duchesne dobja be.
39-37. Thank you.
Tommy és Sid helyére. Let's go, Rudy! Gyerünk, Polci!
Anderson újabb személyi hibája. Third personal foul for Ivan Anderson. Ő megy le, és érkezik a helyére Michel, és cserélünk mi is, start for sector 2. Ágica érkezik, Holci, bravo Holci, gyerünk Ági. Esetleg az esélytelenek nyugalmával különleges fogadalmakat arra, hogyha ma nyerünk a Bourges ellen, mondjuk, hogy mesztelenül lefürdenek a Garai téri szökőkútba, de lehet-e lassan készülni az ilyenekre. Veletek vagyunk, lányunk, megtesszük, aki ilyen fogadalmat tett.
és szurkoljunk neki mélyesen kis a tenyerét és a torkát. Az utolsó negyedben sem, gyerünk lányok, hajrá! Yeah.
second person of a Szafar Szekszárd. Miklós Melinda érkezik Rékus helyére. Thank you.
látom, beindul a henger, gyerünk, védekezz!
Steinberg a követte. A második személyi bája, Anneli Steinberg a second person of all. Mindenkinek szép estét, jó pihenést kívánok, és akkor legközelebb március
Július 1-én találkozunk majd itt a Szekszári Városi Sportcsarnokban. Aki teheti, addig is kövesse a történéseket. A válogatottban szerepel majd Miskolcon, a DVTK Csarnokban, arénában, majd ugye Száj és Linda, illetve Ágica is reméljük, és mindjárt meghallgatjuk, hogy mit üzennek a lányok. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és szorítottatok a csapatnak. Ágica most kihagyja, de reméljük elnézitek neki, hogy nem megy körbe pacsizni, a többiek viszont érkeznek, és meglátjuk majd hamarosan, hogy kikapja az ajándékcsomagot, ami a hazaiak legjobbjának jár.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごうぞ。